Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Én Mészáros Dávid vagyok, ez pedig a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatója. Hamarosan elkezdődik a fekete kordonok mögött a Várkert bazárban. Itt mögöttünk Orbán Viktor évértékelő beszéde, ahol elszámolhat végre lelkiismeretével. Elszámolhat az elmúlt egy évben elkövetett bűneivel a magyar embereknek. Orbán itt helyben elszámolhat azzal, hogy elnöki kegyelemmel segítettek egy pedofil segítő bűnözőt, aki a bicskei gyermekotthonban eltussolta a szexuális bűncselekményeket. Orbán Viktor itt helyben elszámolhat azzal, hogy kiszolgáltak egy nagyhatalmú pedofil hálózat akaratát azzal, hogy elengedték ezt a szörnyeteget. Orbán Viktor itt helyben elszámolhat azzal, hogy saját volt lelkésze Balogh Zoltán lobbizott azért, hogy ez a pedofil segítő szörnyetek kegyelmet kapjon Novák Katalinnál. Amíg azonban Orbán Viktor megszabadult Novák Katalintól, és elvitette vele a balhét, addig a bántalmazott gyermekektől senki nem kért bocsánatot. Sem Orbán, sem Novák, sem Balogh és sem Varga. Ezért hoztuk ma el az áldozatok, illetve az ügyet kirobbantó bicskei gyermekotthonban dolgozók hangját, hogy szembesítsük őket a bűneikkel. Ezt a hangot nem akarták meghallani a Sándor palotában és a miniszterelnökségen sem. A Demokratikus Koalíció nem fogja hagyni, hogy Orbáni pedofil hálózatot működtessenek Magyarországon. Ezért most is és minden alkalmat meg fogunk arra ragadni, hogy emlékeztessük őket a bűneikkel. Itt, ahol most állunk, a hangszóróból az orbáni pedofil hálózat áldozatainak hangja is szól. Ez a hálózat mélyen beette magát a magyar állam szövetébe. A pedofilok és bűntársaik komoly kormányzati kapcsolatokkal bírnak. Elnöki kegyelmet osztogató, kegyelemért lobbizó, pedofil simogató politikusok segítik őket, és ők így együtt alkotják az orbáni pedofil hálózatot. A Demokratikus Koalíció azonban mindent el fog követni azért, hogy az orbáni pedofil hálózat működését felderítse és felszámolja. Ezért vagyunk itt ma, ezért voltunk szerdán a kormányülésen a Karmelita Kolostor előtt, ezért tüntetünk, ezért akciózunk szinte minden nap a Fidesz irodáinál. Nem hagyhatjuk, hogy Orbán Viktor büntetlenül megússza. Meg fogjuk védeni a gyerekeket és unokákat, működtessék akármilyen magas szintről is az orbáni pedofil hálózatot. A fideszes pedofil simogató politikusoknak nem jár más, csak szégyen. Ezért hoztuk el ma ide ezt a molinót, ezért hallatjuk az áldozatok hangját. Egy olyan információ jutott hozzá, hogy az egyik gyereket molesztálják, vagy molesztálták bent, és akkor, hogy ez az igazgató volt. És aztán kiderült, hogy nem csak egy gyerekkel történt ilyen, hanem több gyerekkel is. És akkor teljesen kikészültünk. Kizárt, hogy nem tudott róla. Rajtuk látszott ez a szövetség. Emlékszem, hogy ő azt kérte, hogy ne beszéljek a gyerekekkel erről, ne beszéljek mással se erről, mert mi lesz, ha falakon kijut. Amikor ezt meghallottam, akkor nyilvánvalóan vált, hogy őt egyetlen nem érdekli az, hogy itt hány gyereket és hogy bánt az igazgató, és ennek milyen következményei vannak, hanem csak az érdekli, hogy ne jusson ki a falakon kívül. Készültek olyan felvételek, ahol a gyerekek saját szavaikkal elmondják, hogy mi történt velük. Leírták azt, hogy mi történt velük, és aztán egy kis idő elteltével azt a hírt kaptuk, hogy már nincsenek ilyen vallomások, hogy már nincs olyan anyag, amit fel lehet használni, mert a gyerekek visszavonták a vallomásukat. És aztán jöttek a gyerekektől ilyen hírek, hogy Endre bácsi megkereste őket, és van, akit fenyegetett is, hogy ne merészeljen ebbe a dologba beleállni. Az a fiatal, akit kényszerített arra, hogy a nyilatkozatát azt megmásítsa, vagy visszavonja, én azzal a fiatallal találkoztam előtte nem sokkal. Maradt a csend addig, amíg az egyik gyerek öngyilkos nem lett. Az a gyerek, aki segítséget kért tőlünk, kiment a vonat elé. Jó sikerült gyerekvédelem. Ő gyakorlatilag lefogta ezeket a gyerekeket, hogy más bántassa őket. Ott tartotta, oda csalogatta és kényszerítette, hogy a törvényes védelmet se kaphassák meg ezek a gyerekek. Az áldozatok többsége, sőt, és ugyanúgy beleértve engem is, de nagyon rossz állapotban vannak. Valaki hajléktalan, különböző pszichés problémákkal küzdenek. A szenvedélybetegségről ne is beszéljünk, de hát az már hosszú-hosszú évek óta kísér bennünket.
nem csak az történt, hogy mondjuk kiengedték az egykori igazgatóhelyettest a rossz börtönkörülmények közül, hanem egészen egyszerűen tisztára mosdatták. És ez egy iszonyatosan nagy felháborító dolog. Útnak engedték, mit útnak engedték, ráeresztették a társadalomra.